Sergio Castellitto, Szakács Sándor. Pió atya. Második rész. San Giovanni Rotondo, 1968. szeptember 22-e. Forgatókönyvet írta Massimo De Rita és Mario Falcone. Zenéjét szerezte Paolo Bonvino. A signore az atya látni szeretné. Fényképezte Gino Screva. Rendezte Carlo Carlei. Hagyjál magunkra bennünket. Atyám, nem lehet. Meghagyták, hogy ne hagyjam itt. Hé, öcskös, ki parancsol itt neked, mi? He? Valami csak mi ránk kettőnkre tartozik. Azok után, amit láttam, minden egyéb felesleges. De nekem nem felesleges. Gyónni akarok. Gyónni akarok önnek. Hát akkor... Most, hogy szentséged manifestációi nem láthatók többé, legalább annyit mondj meg. Miért? Mondd meg nekem. Még most sem érti. Nekem végem. Akkor mondd el az igazat. Mielőtt késő lenne. Gemelli atya. Ő helyesen látta. Gemelli atya. Ő azt mondta rám, hogy hisztériás vagyok. Nagy tekintélyű orvos volt, én pedig egy szegény barát. Az ítéletét egy életen át hurcoltam magammal. Így volt rendjén, az egyház legyen óvatos. Meg aztán nem is Gemelli, hogyha tehetett róla. A bűnös... A sátán volt. Tudom, ön nem szereti, ha erről van szó, de hinnie kell nekem. Létezik. És agyafúrt. Csavaros ez. Thank you.
nem érted. Én ember vagyok, és sötét árny, te pedig bolha vagy. Meglátjuk, vajon most sikerül-e erőt merítened a hitedből. Azt veszem el, aki neked a legkedvesebb a világon. Kizáródott a sérbe. Be kell vinni Foggiába és megműteni rögtön. Ezt? Ez még lefeküdni se hajlandó. Pio, hallottad a doktor urat? Be kell menned Foggiába. Én innen nem mozdulok. Na. Atyám, ez komoly dolog. Menjünk be Foggiába, ott vannak műszereim. Rendezkedj be itt, doktor. Hozasd ide a műszereidet. Én innen el nem megyek. Na jó, akkor megnézem, mit lehet tenni. Jó, köszönöm, doktor úr. Mindent elkövetünk, hogy segíthessünk. Amennyi rajtunk múlik. Pio, kérlek szépen, mondd el nekem, mi történt. Mindenért meg kell fizetni. Jóért, rosszért egyformán. Meg kell fizetni. Jöjjön, atyám. Már minden készen van. Mohó hentes. Alig várod, hogy felnégyelj. Mint egy kis bárányt. Ugyan már. Ezt a sérvet jobb minél előbb kivágni. Előre megmondom. Nem engedem, hogy elkábítsanak. Én nem tudok operálni érzéstelenítés nélkül. Pio, miket beszélsz? Nem, Pauli. Tudod, mit forgat a fejében? El akar altatni, hogy megnézhesse a stigmáimat. Nem igaz? De tényleg gondoltam erre. Na hát, ne gondolj rá. A parancs az, hogy nem utassam meg senkinek. Ne. Amiatt pedig ne aggódj, hogy fáj. Hozzá vagyok szokva. Pauli, csak azt kérem, tegyél ide mellém két gyertyát. Hogyha ez elrontja, legalább már ott van. Mama. Mama. Hallottam, hogy betegeskedsz. Így aztán eljöttem. Na. Mit csinálsz, mama? Mindenki kezet csókolhat neked. Én miért? De hát ki látott olyat, hogy egy anya kezet csókol a fiának? Kelj föl. Nem a magam nevében csókolom, hanem a testvéreim. Kérlek, hagyd abba. Megkértek rá. Állj már fel. Hagyd abba. Na, állj már fel. Mi a baj, mama? Mi van? Ülj le. Nincs semmi baj. Nincs semmi, csak hosszú volt az út. Kicsit megszédültem. De most már, hogy láttalak, visszamehetek a falunkba. Nem. Most, hogy eljöttél, maradj egy kicsit velem, jó? Töltsük együtt a karácsonyt. Jó lesz, ugye? Aludjak a barátok között. Vigyázz, mama, lépcső. Égyni, mama. Ő Maria Pyle, he? Már készen vár nála a szobád.
Mit csinálsz? Hova mész, én rakas? Tudom, mit csinálok. Piúcsó. Hová mennél ebben az esőben? Még beteg vagy. Na jó van, menj. Legalább ezt vedd föl. Hogy érzed magad, mama? Én most egy kicsit pihenek. Ne hagyjál itt, mama. Mi lenne velem nélküled? Ne sírj miattam, Franci. Harmadnapja, hogy itt érdepel egy helyben. Nem eszik, nem alszik. Esetleg, ha én beszélek vele. Nincs értelme. Nem mondd már szentmisét sem. Apám, itt már nincs mit tenni. Ideje hazamenned. És te? Veled, kisfiam, mi lesz? Én várok, apám. Én várok. Thank you.
legalább az úr felmutatás közben ne néznék az órájukat. Megjelent ott a faluban, és a gyerekek mind köréje gyűltek. Ő pedig egytől egyig megcirógatta mindet, mindegyikhez volt egy kedves szava, és aztán... Mondták ugyan, de nem hittem a fülemnek. 3 óra. 3 órát tart egy szentmise. Nem. Tartania kell magát az általánosan bevett szokásokhoz, amiket minden pap követ. 30. 35 perc, pontosan elegendő. A szentmise Krisztus passióját követi. Órát akarnának tenni a Kálváriára? Ez az utasítás. Mától a Szent Officium határozata szerint a legszigorúbban tilos szentmisét celebrálni a hívek jelenlétében. Nők mostantól nem tartózkodhatnak a templomban meditációra, a klauzúra kapuját pedig ezentúl mindig zárva kell tartani. Továbbá szigorúan tilos gyóntatnia akár férfiakat, akár nőket. Akkor mi lesz velem? Én egyedül ahhoz értek. Ki fog törődni szegény embereknek a lelkével? Ön, Paulino atya, fel van mentve a tisztségéből, és más kolostorba kerül áthelyezésre. Raffaele atya lesz itt az új házfőnök. De hát őt miért büntetik? Büntessenek engem, ne őt, aki ártatlan! Raffaele atya, bízom benne, hogy a legmesszebb menőkig betartják ezeket a rendelkezéseket. Lassan, Paoli, lassan. Főt miattam a fejed eleget, mi? Nem, honnan veszel ilyeneket, Pio? Dehogy. Majd a más világon elmondhatom, van egy szent barátom. Még hogy szent. De, és akkor majd szívesen látnak. Micsoda butaságokat beszélsz. Piocsó. Megkérlek szépen, ha majd felérsz a mennyországba, emlékezz meg rólam. Nesze, áll az alkú. Ne. Na menj már, menj, mielőtt te is megrikadsz. Paoli. Kedves, mindig szeretett leánykáim, szenvedés látnom titeket odakint hidegben, szélben. Szeretetetek meghat, és én is szeretlek benneteket, szeretlek mindnyájatokat. Imádkozzatok, buzgón imádkozzatok, és ne széledjetek szét. Én mindig a ti pásztorotok leszek. Hőn szeretett és mélyen tisztelt atyám. Azt kérdezi, miért járkálok folyvást a kolostor körül. Azért, hogy közelebb érezzem magamhoz. Ha édesapám börtönben lenne, én naphosszat a börtöne körül járkálnék. Hosszasan elnéztem a cella folyosó kis ablakát, remélve, hogy viszont láthatom. Töprengek, vajon bűne, hogy szükségét érzem?
Amikor a karzaton imádkozik, én az ablaknál állok, ahonnan láthatom a kolostort. Önért imádkozva a társaságában vagyok. Egyre inkább szeretett leánykám, kitartásod erős támaszt ad nekem. Én is, akár csak te, többször eltűnődtem bűne, ha írok neked. Az Úrtól kértem választ. Most már eltiltják mindentől. Úgy él itt, mint egy fogoly. A templomba már hónapok óta nem jár senki. Az imacsoportok lassan mind feloszlanak. Leromboltak mindent. Köszönöm. Mondd meg őszintén. Szerelmes lettél belé? Igen. De nem ahogy te gondolod. Azt hiszed, egy magamfajta nem érthet meg. Én is szeretem. Jobban, mint magamat, hisz az életemnek nem volt értelme, amíg őt nem ismertem. Az enyémnek sem. Most mi lesz velem, ha többé nem is láthatom? Ne keseredj el. Előkotortam a régi iratokat. Így vagy úgy, de elintézem, hogy visszaadják őt nekünk. Most mennem kell. Vigyázz magadra. Jó? Tudja, hogy mi ez? Olvassa. Olvassa el a címét. Krisztus egyházának antikrisztusai. És tudja, hogy ki írta? A maga Brunatto barátja. Ez egy zsaroló. Meg kell állítania. Találja ki a módját és állítsa meg. A Szent Atya is aggódik miatta. Most, hogy küszöbön áll a konkordátum az olasz állammal, egy ilyen botrány a legutolsó, amire szükségünk van. Írjon neki. Csináljon, amit akar, de állítsa meg, és ezt tekintse parancsnak! Atyám. Pió atyával kell beszélnem. Magának szigorúan tilos. De beszélnem kell vele. Nem látja be, hogy tönkretette? Rómában azt hiszik, ő mindennek az elindítója. Ez nem igaz. Ő semmit sem tehet róla. Várjon! Beszélnem kell vele! Atyám! Atyám, hall engem! Tudom, hogy hall engem. Tudom, hogy haragszik rám. De nem volt más választásom. A rómaiakat csak így lehet rábírni, hogy engedjék ki. Nem fogadhatok szót önnek. Nem. Thank you.
testvér. Nézd, ki van itt. Piuccio. Agostino. Agostino, de rég láttalak. Nagyon régen. Gyere, üljünk le. Beszélnem kell veled. Jó. Üljünk le. Gaetano, nem baj, ha később folytatjuk? Jó? Üljön le, Raffaele atya. Emlékszel, amikor elmentem a faludba megvinni két hírt? Egy jót és egy rosszat? Hát hogy ne emlékeznék? Kezdjük most a rossz hírrel. Nem kell kimérni, mert hozzá vagyok szokva. Nem, Piuccio. Most csak egy hírt hoztam. Méghozzá nagyon-nagyon jó hírt. Szabad vagy. A fogságodnak vége. Csak ne kezdjük újra ott, ahol abba hagytuk. Jó? Világos? Ez nem én rajtam múlik. Combattenti di terra, mare e aria, a mitenere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate la dichiarazione di guerra che è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Életben van, túlélt. Azt mondta, látta magát, látott egy barátot, szakasztott ilyet. Megmentette egy gránáttól, ami mellette robbant fel. Köszönöm, köszönöm. Cleone, csak légy szíves, mondd meg Ninának, hogy álljon fel, mert én nem állhatok itt egész állónap. Ha? Rengeteg dolgom van. Köszönöm. Pio atya, ezekkel a fiúkkal mi történt? Nézd csak meg a zsebedben, nincs-e ott még valami másik fénykép? Milyen másik fénykép? Nézd csak meg a zsebedben. Sajnálom, hármuk közül egyik sem érte túl. Atyám, nekem mit mond? Légy csak nyugodt, nem lesz semmi baj. Köszönöm, köszönöm, atyám, köszönöm. Hát te, nálad mi a baj? Gyonni szeretnék, atyám. Semmit se aggódj, a lelked már meggyógyult, hamarosan meggyógyul a tested is. Addig se visznek ki a frontra. Atyám, atyám! Maradj veszteg, várj a sorodra! Csak... Nyughass! Hé! Hey. Atyám! Kérem, atyám, a férjem hajója. A hajója elsüllyedt. Ne aggódj miatta. Nem sokára kapsz hírt felőle. Hm? Köszönöm, atyám. Atyám, atyám, csoda történt. Milyen csoda? Focsában egy hatalmas bomba ráesett egy 5 emeletes házra. És úgy esett le a pincéig, hogy nem robbant fel. Az a sok ember mind ott imádkozott az atya fényképe előtt. Ugyan miért az előtt? De ha nekik jó, hát... Akkor már nekem is be kell szereznem egy fényképet erről a Pio atyáról. A következőt. A következőt. Atyám, már nincs itt senki. Hát hová lettek? Hazaküldtem őket. És miért? Mert biztos fáradt. Több mint 10 órája ül már itt bezárva. Azért jönnek, hogy letegyék a keresztjüket. Akkor pedig nekem kell felvennem. Jó, de azért nem veheti magára a világ minden szenvedését. Hát mindet nem, mindet nem. Csak amit megérdemlek, azt. Gyere. Hova? Ki? De hát éjszaka van. Nem baj, hol fény van?
Mutatni akarok valamit. Nézd csak ezeket. Nézd meg jól, Cleonice. A csillagok között ott van a neved. És ki írta fel oda? Az asztronómus. Gúnyolódik velem. Na, ott van pontosan, látod? Nézd meg jól. Bemutatom neked. Micsodát? A kórházat. Az ember nem kérhet mindig csodákat. Egy nagy kórházat kell építenünk. A háború után rengeteg beteg lesz, rengeteg hadirokkant. A betegekben Krisztus lakozik, de a szegény betegekben Krisztus kétszeresen ott van. Kiírtjuk itt ezt a sok gazt, ott a hegyoldalból elhordjuk a sziklákat, és építünk egy nagy kórházat, ahol enyhítik az emberek szenvedéseit. És biztos vagyok benne, hogy ide eljönnek majd a világ legjobb orvosai. Jó, de pénz honnan lesz erre? Ne aggódj, a szűzanya megnyitja a szíveket, de meg a pénztárcákat is. Ezek repülőgépek. Atyám, menjünk innen. Tegnap Beneventóban több mint 100-an haltak meg. És minket mi veszély fenyeget? Mi csak ketten vagyunk. Szóval, mit csinált Marie a pályára? Pénzét tette mindenét, amilyen még maradt. A bevétel több mint 20 millióra rúg. Azzal a 10-zel, ami már megvan, összesen 30. Még mindig kevés ám. Nagyon kevés. Ahhoz képest, amit tervezünk. Valami csoda kellene. Valami csoda? Vagy valaki, aki az ördöggel is elbánik. Na te hétpróbálsz, gyere csak. Hogy vagy? Jól, atyám, maga hogy van? Az arcomra adj egy szuppanósa. Ez az. Na, hogy sikerült? Sikerült. Eladtam a... Beszélj nyugodtan, ő Angelo Battisti. Elnézést, Emanuele Brunato, örvendek. Örvendek. Nem volt valami könnyű, a németek csak úgy hemzsegnek Párizsban. De azért egy jó üzlet, az jó üzlet, háborúban is. Te... Ez itt egy hitellevél. 3 millió francia frankról. Ő neki ad, ő foglalkozik az anyagiakkal. Most pedig minden disznóságodat, amit Párizsban műveltél, hogy megszerezd ezt a pénzt, elmondod nekem a gyomtatószéget. Semmiség. Semmiség? Persze. Meglátjuk semmisége. Szabad, atyám? Atyám, itt van Candeloro, mérnök úr. Mérnök atyám, úr. Kelljen atyám, fel. Nekem bocsánatot kell kérnem. De hát miért, mérnök úr? Sose kérjen. Ez a terv, amit készített, csodálatos. Atyám, az én nevem nem Candeloro. A nevem Angelino Luppi. És igazából nem is mérnök vagyok, hanem fényképész. Szóval ez nem mérnök? Hanem mi is? Fényképész, atyám. Ami azt illeti, nem vagy te fényképész sem. Ugye? Emlékszel, amikor halottakat fényképeztél, és langyos vízzel dőzsölted az arcukat, hogy elevennek látszanak? Emlékszel? Aztán meg asztalos voltál. Voltál asztalos, nem?
aztán meg kőműves. És voltál még szélhámos is. Aztán eljöttél hozzám. Most csak arra legyen gondod, hogy építsd is fel, amit terveztél. De hát nem lehet, atyám. Na és miért? Miért nem lehet? Egy mérnök Fodzsában. Feljelentett jogtalan címhasználatért. Bíróság elé fognak állítani, atyám. Na és ez a fodzsai mérnök, aki feljelentett, kitől kapta a diplomáját? Ő kitől kapta? Valami professzoroktól, nem? Te meg egyenesen az örökkévalótól kaptad. Itt a sorra kerülnek maguk is. Nem, nem oda, egyenesen ide néz rám, ide én rám, és tessék mosolyogni, mosolyogjunk kedvesen, különben milyen lesz ez a fénykép? Most aztán nem mozgunk, hármat számolok, egy, kettő és három. Nem egyedi darab mi? Örök érti. Tessék csak, fényképezkedjenek Pió atyával, tessék! Közös fotó bal szerencs ellen, szemmelverés ellen. Na, mi lesz? Mire várunk még? Atyám, én csak a munkámat végzem. Elég volt ebből a kutyakomédiából. Elég! Elég volt! Elég volt! Menj innen! Mi ez itt, piac? Ne, atyám, az árum, ne! Mi ez? Mi ez, zsibásár, mi? Imádkozni. Ide imádkozni jövünk. Menjetek innen. Menjetek haza. Ez szép gesztus volt. Demonstratív. De nem igen lett eredménye. Itt az egész környéken virágzik a stigmás barátból élő iparág. Az emberek szegények. Csak hogy te korrumpáltad őket. Aki pedig kihasználja fele barátja inségét, az bűnt követel vele is Istennel szemben. Én csupán megpróbáltam segíteni rajtuk. Ne. Meglovagoltad a félelmüket. A háború idején könnyű volt azt mondani, hogy ez hazajön, ez a másik meg nem. Rábíztad magad a nagyszámok törvényére, ezzel érted el, hogy szentnek tartsanak. Miféle szentnek? Elég ebből a hamis alázatból! Mindig az áldozat szerepét játszottad. Az üldözöttét. El akartad hitetni, hogy az egyház elítél. Ez nem igaz. Tudom, hogy nem igaz. Voltak pápák, akik nem néztek jó szemmel. Mások viszont Pacelli pápa, Montini pápa mindig megvédtek. Én is mindig az egyház javát akartam. Ha továbbra is makacskodsz, és nem vagy hajlandó beismerni a bűneidet, akkor számodra nincs több mentség, én pedig nem tudom, mit keresek még itt. Csak az időmet pocsékolom. Nem rám van itt most szükség, hanem orvosra. Megyek, szólok valakinek. Ne, maradjon. Maradjon itt. Ne, ne hagyjon magamra. El akarok mondani valamit. Sok évvel ezelőtt történt. Mi az, mi van? Ezek miért mennek most biztosan el? Biztosan nagyon fáradt, atyám. Majd visszajönnek holnap, ne aggódjon. Holnap. Nekik fontos, hogy beszéljenek velem.
Ő ki? Egy fiatal pap, ő is atyámra várakozik. Nagyon messziről jött. Akkor neki semmiképp sem mondhatunk nemet. Vojtila. Gyere, öcskös, imádkozzunk együtt. Átimádkoztuk együtt az egész éjszakát. Én még ma is imádkozom érte. Egyszer pápa lesz belőle. Nagyon jó pápa. Jegyezze meg. Majd elválik, igazat beszélek-e vagy sem. Akarsz pihenni, vagy folytassuk? Mifelénk azt mondják, három dolog fölösleges. Szamárnak fejet mosni, tengerbe vizet önteni, és pappal povedálni. Tudja, mi már találkoztunk egyszer, évekkel ezelőtt. Úgy ment el mellettem, hogy rám se pillantott. Szólít. Meg akarnak élni! Hallgasszok fel! Nem akarok kározatban meghalni! Miért nem oldozott fel? Jóformán gyerek még. Segíts rajta, kérlek. Miért nem oldozott fel? Nem látod? Szüksége van rád. Segíts rajta. Segíts rajta! Segíts rajta! Segíts rajta! Azt mondod, hogy egy ugyanazon pillanatban két helyen voltál? Tudod, hogy valamikor ezért boszorkánysággal vádoltak volna? És hogy a keresztények egyetlen igazi jele Jézus Krisztus maga? Krisztust egyedül én hordoztam a testemben. Mit jelent ez? Második Krisztusnak tartod magadat? Valamiféle társ megváltónak? Nem. Hát nem ezt akarod elhitetni? Én csupán részese voltam az ő szenvedéseinek. Gyere. Franci. El akarok menni. Így ne. Haza akarok menni kis időre a falunkba. Jól van, apám. Menj haza. Csak hogy nekem nincs pénzem az útra. Adjál te. Én? Apám, én nekem nincsen pénzem. Már hogy nincsen. Hisz küldik neked mindenhonnan. Apám, az a pénz nem az enyém. Az a pénz a kórházépítésre kell. Maradj itt nálam, itt jó helyed van.
Na nem csak ez a hála. Én kétszer is kimentem, te végetted Amerikába, hogy te tanulhass. És most ezt a kis pénzt is sajnálod tőlem, amiből elmehetnék haza. Apám! Apám, nekem nincsen pénzem. Apám! Apám, mi a baj? Mi baj van? Mi a baj, apám? Segítség! Segítség! Meg kellene gyónnod, apám. Miért annyira beteg vagyok? Igen. Várjál még, Franci. Ha te szólnál neki, talán meggyógyítana. Nem lehet, apám. Van egy egyesség köztünk. Magamnak nem kérhetek semmit. Másoknak bármit, de magamnak nem. De én nagyon félek a haláltól. Mondd meg neki, Franci, téged meghallgat. Nem lehet, apám. Gyógyulj meg. Tán szégyelsz valamit? Akkor mondok valamit, apám. Én sorolom a bűneidet. Neked csak annyit kell mondanod. Uram, bocsáss meg nekem. Jó lesz így? Miért akkor megcsaltad a mamát azzal az amerikai nővel? Te meg honnan tudsz erről? Apám, te csak annyit mondj, uram, bocsáss meg nekem. Uram, bocsáss meg nekem. Amikor eladtad a három birkát, és otthon nem szóltál róla. Uram, bocsáss meg nekem. Amikor leittad magadat, és úgy megverted Mikélét, hogy elfutott hazulról. Uram, bocsáss meg nekem. Amikor kizavartad a mamát a mezőre, még várandósan is. Uram, bocsáss meg nekem. Jól van, apám. Minden bűnöd alól feloldozlak. Az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Franci, fogd meg a kezemet. Ő megbocsátott nekem? Megmondtam neki, hogy az én apámnak kérges a tenyere. De a szíve vajból van. Szeretlek, édesapám. Én is téged, Franci. Én is téged.
Francesco. Francesco. A lelkedet kiteszed, hogy megments másokat, de sosem sikerül megmentened, akiket szeretsz. Miért nem keresel vigaszt? Én elhoztam, aki megédesíthetné az életed. Takarodj innen! Takarodj innen, mocskos pokolfajzat! Lent van a pincében. Ott vár rád. Menj, csak téged vár. Te ostoba! Ha te nem használod ki a lehetőséget, ki használja más! Menj el! Menj el! Menj el! Menj el! Kane. Itt jobban néz ki, mint a moziban. Művésznő, tessék adni egy autogramot. Köszönöm. Hallgatlak, leányom. Csak ne feledd, itt nem alakítani kell, itt igazat kell mondani. Nem magam miatt jöttem, atyám, hanem azért, akit szeretek. Tudom, hogy szereted, de azt is, hogy ő nem a tiéd. Nős ember, igaz? És súlyos beteg. Pár hónapnál többet nem jósolnak neki. Te pedig alig, ha fogod megmenteni. Ha nem szakítasz vele, miattad bűnben fog meghalni. De atyám, én szeretem. Hogy szakítsak vele? Válasz. Vagy a szerelmed, vagy az ő élete. És most menj el innen. De atyám, én nem tudom. Elég! Ne várd, hogy még a feloldozást is megadom. Szenvedj, ha képes vagy rá. Hallgass és imádkozz. Menj innen. De atyám...
kérem. Jöjjön. Elnézést kérünk. Nos, hát leányom, hogy döntöttél? Szakítok, atyám. Szakítok, csak hogy ő élhessen. Élni fog, élni. És én? Neked mindig ott lesz barátnak Jézus. Nem marad soha magadra. Ego te absolva peccatis tuis. Nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Atyám! Ha? Az ön leánya szeretnék lenni. Hiszen az vagy már. Mindig is az voltál. Uraim és testvéreim Krisztusban! A Szenvedés Egyesülésének háza végre elkészült. Köszönetet mondok minden jótevőnknek a világ minden részéből. Ez az az alkotás, melyet a gondviselés akart, és ebben segítettétek ti. Bemutatom nektek. Csodáljátok és áldjátok együtt mi velünk, és munkálkodjatok valamennyien, az apostoli küldetésért, mely enyhülést ad a lelkeknek és a beteg testeknek. Üdv! Az orvosoknak az a küldetésük, hogy gyógyítsák a betegeket. De ha a beteg ágyhoz nem szeretettel lépnek, akkor bizony az orvostudomány nem lesz elég. És ne feledjenek még valamit. A kórházak a betegekért vannak, nem az orvosokért, ugye? Hogy is van a mondás? Jobb egy egérnek két macska közt, mint egy betegnek két doktor közt. Megyek, nehogy én is a karmaik közé kerüljek. Üljön le, atya, szőkében vagyunk az időnek. Nem, köszönöm, jó lesz nekem állva.
Ha egy közkatona miatt megmozdul az egész vezérkar, akkor a dolog csak ugyan súlyos lehet. Most épp mit követtem el? Nem. Ezúttal nem azért jöttünk ide, hogy megbüntessük, hanem mert szükségünk van önre. Ugyanis bizalommal fordultunk egy bankárhoz, aki érdemtelen volt erre. Átadtuk neki minden pénzünket azzal, hogy fektesse be és kamatoztassa. Úgy terveztük, a nyereségből új rendházakat építünk. Csak hogy az illető csődbe ment. Nekünk pedig most vissza kell fizetnünk a pénzt. Minden hívőnknek, akik ránk bízták egy élet megtakarítását. És Istennek ez a bankára, aki ilyen bűvész ügyességgel forgatta a pénzt, mekkora kamatot fizetett? Előfordult, hogy akár 90%-ot. És nem csak mi vagyunk érintve az ügyben, hanem még sok más rend is. Ha nem oldjuk meg ezt az ügyet, olyan botrány tör ki, hogy az magával ránt mindenkit. Én csupán imádkozni tudok, és remélni, hogy az Úr meghallgat. Lehet, hogy nem volt világos, atyám. Nekünk arra a pénzre van szükségünk, amit a kórház számára gyűjtött össze. Azt a pénzt azért bízták rám, hogy azzal elősegítsem a betegek gyógyulását. Nem, hogy az önök tartozásait fedezze. Gondolom, nem szükséges emlékeztetnem, hogy egykor engedelmességi fogadalmat tett. És azt be is tartom. Bizony, én azt betartom. Itt van. Tessék, amin van, azt odaadom. Itt van. Itt egy cukorka, tessék. De a kórház pénzéhez, ahhoz senki se nyúl. Vagyis hát, ez a legeslegutolsó szava? Én nekem csak egy szavam van. Kezdődik megint a háború. Igaz? Mit lehet csinálni? A sátán szembefordítja testvért a testvérrel. De ez rabás. Ha valamikor, hát most védekeznie kell. Nem győzöm már erővel, Emanuele. Fáradt vagyok. Csak kérem Istent, hogy szólítson magához. Minél hamarabb. De meg nem is okozhatok keserűséget az Úrnak. Én viszont igen. Hány éves vagy, Emanuele? 70, atyám. Miért? Te 70 évesen még mindig izgágáskodni akarnál. Nem való már neked. Próbálj meg békélni. Nem bírom így látni, atyám. Ez megtörtént Jézussal is. Na gyerekek, hogy vagyunk ma? Jobban? Ha? Jobban. Na nézzetek csak ide egy kicsit. Nézzétek, mit hoztam nektek. Na mit szólsz? Nem kell? Gyerünk, Pellegrino. Fogjál papírt, tollat és írjad. Kedves Giuseppe, légy nyugodt, az atya imádkozni fog feleséged egészségéért, de azért imádkozz te is, hiszen
ketten erősebbek leszünk. Atyám, mondták, hogy hivatni tetszett. Ha már a szűzanya úgy akarja, hogy itt maradjak, ne vesztegessük az időt. Ne vesztegessük. Munkával küzdjük le a gonoszt. Na akkor... Pellegrino, majd ha ezeket válaszolod meg, tegyél a borítékba valami pénzt is. Ezek az emberek mind rászorulnak. Nehogy kimenjen ám a fejeddel. Gemma. Ez Gemma, emlékszel rá? Ő az a kislány, aki pupilla nélkül született. Most már lát. Iskolás lett. Angelo, figyelj csak! Szükségünk van helyiségekre, tákosokra, ahol megnyithatunk egy fogyasztási szövetkezetet. Érted? Ha bármi gond lenne, személyesen nekem mondd meg. Rád bízom, jó? Na menj, menj! Angelo, figyelj! Az árak alacsonyak kell, hogy legyenek. Alacsonyabbak, mint a kommunistáknál. Értem. Na, hát akkor csak ennyi. Menj. Tudod, nem valami jól áll itt a szénám. Jobb, ha egy ideig nem jössz a kolostor közelébe. De én nem tudok meglenni atyám nélkül. Mindig ott van neked Jézus. És ha már itt tartunk, mégiscsak fontosabb nálam, nem? Azért nem kell félned. Neked mindig meg lesz a helyed. Itt, a szívemben. És mi lesz atyámmal? Add nekem ezt a zsebkendőt, ha tudjak odaföntről integetni. Miért akarna integetni? Hova akar menni? Erre-arra. Egy kicsit komiszkodni. Meglátod, Cleonice. Pio atya több vizet fog zavarni holtába, mint élve. Meglátod. Miket beszél? Mindig itt lesz mi velünk. Ugyan miért? Te voltál a tanítómesterem. Tőled tanultam mindent. Nem védtem meg a fiamat. Dehogy. Nem védtem meg. Dehogy nem, ez nem igaz, nem. És megint... Megint támadni fognak. Miattam sose aggódj. Piocsa. Édes fiam. Bocsáss meg nekem. Megújítanád a fogadalmadat?
a fogadalmamat. Én megújítom helyetted, jó? Én, Agostino atya San Marco in Lamisból fogadom és ígérem a mindenható atya Istennek és a boldog Szent Ferenc atyának, hogy teljes hátralévő életemben betartom a minorita testvérek reguláját. Engedelmességben élek, minden tulajdon nélkül és tisztaságban. Én pedig Pio atya Pietrelcinából, ha megtartod minden fogadalmakat, én megígérem neked Isten nevében az örök életet. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hagyjon minket magunkra, legyen szíves. Először is tudni szeretném, miért nem irányítottad még át a kórház részvényeit a bankunkhoz? Az utasítás ez volt? Az utóbbi időben betegeskedtem. Elképzelhetetlen, hogy egy szerzetes, aki szegénységi fogadalmat tett, több százmillió lírát kezeljen. Én nem kezelek semmit. Az az ügyvezető tanács dolga. De mindegy, tegyék elém a papírokat, és aláírom, amit kell. Amit csak kell. Csak hagyják, hogy papként működjek. Ezt még külön meg kell beszélnünk. Őszinte leszek. Én sohasem hittem neked. Tévképzeteid vannak. Bebeszélted magadnak, hogy te vagy a megfeszített Krisztus, amíg megjelentek a stigmák. Akkor esetleg próbálja meg bebeszélni magának, hogy egy ökör. Meglátjuk, ki nőhet tőle a szarva. Értesüléseim szerint előfordult, hogy fenntartottál úgymond meghitt kapcsolatokat az ima csoportjaid némely női hívével. Ez nem igaz, szemen szedett rágalom. De nyilván nem tagadod, hogy kivételezett kapcsolatot tartottál egy bizonyos Cleonice Morcaldival. Ez igaz, és eszemben sincs tagadni. Cleonice a legkedvesebb leányom. De hát Ferencnek is kiválasztottja volt Klára. Csak hogy Klára kolostorba vonult. Cleonice viszont a tecellátba ment be. Cleonice lázadozó teremtés volt. Ha én nem állok mellette, elveszett volna.
És melletted? Megmenekült, vagy elkározott? Szegény leánynak mennyi gonosz beszédet kellett tűnie. Ő volt az egyetlen, aki kitartott mellettem. Én is rászorulok a vigasztalásra. Elismered a gyöngeségedet? Hogy a kapcsolatot Leonicsével nem pusztán lelki természetű volt? De most aztán már elég! Most már elég! Mi a gond ide, hogy sértegessen? Hát mondja meg, nem nézett rám. Nézzem meg jól, elmúltam 70 éves, öreg vagyok, fáradt vagyok, beteg vagyok. És még van messze azzal vádolni, hogy bűnbe taszítok nőket, igen? Én csupán az igazságot kutatom. Nem. Nem, maga a hazugság után kutat. És ezért még Isten gyalázása is vetemedik. Egy püspök, aki ellopja Istentől az ő legszentebb titkait. Kiadott utasítás, hogy a gyóntató székembe tegyenek mikrofonokat ki? Nem én voltam. Én nem adtam utasítást. Most viszont, aki nem hiszi el, az én vagyok. Én nem hiszek magának. Tudod róla, és nem tesz semmit, hogy megakadályozza. Hová akarsz menni? Maradj itt, ez parancs. Még nem fejeztünk be. Én igen! Ha van valami parancsa, küldj el levélben. Levelet úgyis annyit kapok, hogy még egyet elolvasni már igazán nem fáradtság. Szaladj a kórházba, keríts egy orvost és hozd ide! Segítsetek! 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 Mi történt? Segítsetek! Szemfényvesztés! Nem, ez nem igaz! Ez csak szemfényvesztés! Nem igaz az egészből semmi. Minek a jele ez? Minek a jele ez? Hiába vártok rá, hiába! Hallgass, Tilla! Megölöm, agyon vertem! Én vertem agyon! Én! Én vertem agyon! Megdöglött agyon vertem! Megdöglött agyon vertem! Én tudtam, én megmondtam! A vén ember nem fog többé misézni! Azt hiszi, le tudod győzni. Nem tudja, hogy az utolsó csata még most következik. Az utolsó pár viadalunk. És én nem veszíthetek. Miért van a gonosz a földön? Jól figyeljetek ide. Ül az édesanyja, és a hímző kereten dolgozik.
A kicsi gyereke ott ül mellette, de a kicsi persze még lentül a kiszámoljon. Nézi a kicsi, mit hímez a mamája. Csak hát ő persze alulról látja, így, a fonákját. Azt mondja, édesanyám, hát ez meg micsoda, mi ez a sok csúnya gubanc? Erre a mamája mit csinál? Lenyújtja a rámát, oda mutatja a hímzésnek a színét. Minden szín a maga helyén, és a szálakból kirajzolódik a szépséges minta. Hozzátok ide. Szorod még magadat. Nevében. Parancsolom, sátán. Hagyjál neki békét. Hagyjál neki békét. Jézus Krisztus nevében. Parancsolom, sátán, adjál neki békét. Adjál neki békét. Láttátok a gonoszt? A gonosz olyan, mint a hímzés fonákja. Mi mind a hányan kis zsámolyan gubbasztunk. Tessék! Ez volt az én történetem. Egy paraszt fiúnak a története, aki szegényen jött ide, és szegényen is megy el. Meg lehet, sok hibát követtem el, és talán nincs a világon nálam rosszabb ember. Zsémbes voltam és faragatlan. Nem érdek gondot okoztam, de azt hiszem bőven meglakoltam mindenért. Ma
Most már untatom, ugye? Mondd csak tovább, kérlek. Azt mondja, hogy én kihasználtam az emberek bizalmát, becsaptam őket. De nekem választanom kellett. Választanom kellett az egyház ítélete. És a nyomor a reménytelenség között. És Krisztus, ő ragadott torkon, és azt mondta, folytasd tovább, folytasd tovább. Én nem látom át az Úr minden szándékát. Előfordulhat, hogy csak én képzeltem mindent. De most... akkor is, ha nem akarja. Arra kérem, oldozzon fel. Ne kelljen úgy végeznem, mint annak a szegény fiúnak. Milyen fiúnak? Annak a fiúnak. A háború alatt. Nem bocsátotta meg magának azóta sem, igaz? A félelem emberi dolog. Különben pedig én feloldoztam. Most azonban foglalkozzon velem. Atyám, hogy gondolja? Önnek kell feloldoznia engem. Nem, hiszen csak azt csinálta, amit helyesnek tartott. Akkor is, és most is. Üldöztem önt, és meghurcoltam. Megítéltem, és elítéltem. Az egyház tette a maga dolgát, és ha nem üldöztek volna engem, akkor nem menekülök meg. Istenem, micsoda elvakultság! Úgy vagyunk, mint az Emmauszi tanítványok. Krisztus mellettünk megy el. Közöttünk jár. És mi nem ismerjük fel. Nem tudom. Vajon ön is Isten meg tud-e bocsátani nekem? Már megbocsátottunk mind a ketten. Most már magának kell feloldoznia engem. Az egyház által rám ruházott hatalmamnál fogva feloldoznak téged minden bűnöd alól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Most már menj el. Eleget raboltam az idejét. Még mielőtt elmegyek, szeretném, ha tudná, hogy őszentsége szerető figyelemmel követi a sorsát.
Köszönöm. Igazán aranyos tőle. Kérje meg, hogy mondjon egy imát értem. Nem, atyám. Ő kérjön egy imára. És én is azt kérem öntől. Imádkozzék értem. Mennyi adományt, mennyi kegyelmet, mennyi csodát ajándékoztál nekem. Eljöttél, hogy itt élj, és itt szenvedj az én testemben. Én te benned, és te én bennem. A nagy misztérium. Köszönöm, atyám. Jól van, kész vagyok. Amikor te akarod. Én, Pio atya, Pietrelcinából. Fogadalmat teszek, s ígérem, hogy híven követem hátralévő életem minden idejében a regulát, amely szerint a minorita testvérek élnek.
A csillagok között ott van a neved. És ki írta fel oda? Az asztronómus. Pió atya 1968. szeptember 23-án halt meg. 1999. május 2-án II. János Pál pápa boldoggá avatta. Sírjához évente több mint 7 millió hívő zarándokol el a San Giovanni Rotondo-i kegyhelyre. Magyar hangok. Szakácsi Sándor, Vas Gábor, Epres Attila, Kéri Kitti, Menszátor Magdolna, Ház van der Péter, Nagy Ervin, Konrád Antal, Szersény Gyula, Versényi László, Rosta Sándor, Mednyánszki Ági, Szokolai Ottó, Kristóf Tibor, Molnár Zsuzsa, Gróber Hugó, Pap Dániel, Balázsi Gyula, Cifra Krisztina, Barbinek Péter, Breyer Zoltán, Csé Német Lajos, Uri István, Szórádi Erika. Magyar szöveg Séri András, szerkesztő Pintér Judit, hangmérnök Lang András, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Lengyel László. A szinkron a Duna Televízióban készült.